Sziasztok! Most egy kamerával felveszünk egy kamerát, hogy az a kamera mennyire jó kamera. Mert hogy előttünk egy izgalmas termék, amit már láthattatok az Early Access Store-ban, láthattatok a ui komon, láthattatok sokfelé, de még nem, voltak nem volt a kezünk között, és alig vártuk, hogy végre, végre, végre megtapogathassuk. Ez nem más, mint a. az AI kamerája a Ubiquiti-nek. A Unified Protect AI360. Szerintem az összes ilyen, ilyen Magic Buzz World benne van egy, ebben egy, a az termék elnevezésben, amit manapság így kamerával kapcsolatban ki lehet mondani, meg valahol még azt is láttuk, hogy meg PTZ. Nyilván virtuálisan megy az is, biztos szoftveres PTZ-ről van szó. Hát az AI az lényegében valószínűleg csak amiatt van, ugyanaz az AI, ami a G4-es meg a G5-ös szériában is benne van, hogy képes objektumokat detektálni saját erőből, tehát ezt mondja, hogy ez egy macska, ez egy kutya, ez egy autó, ez egy ember, ez egy postás, aztán körülbelül ennyi. A PTZ meg hát nyilván itt egy olyan kameráról beszélünk, ami nem egy olyan klasszikus kamera, hogy valahova néz, ez elvileg mindenhova néz a térben, 360 fokban körben lát, tehát egy olyan videót fog készíteni, amivel utána virtuálisan körül tudunk nézegetni. Gyakorlatilag majd mondhatjuk egy fél félgömböt kapunk, és majd a, a szoftveres oldal lesz igazán izgalmas, hiszen ott tudunk majd barangolni ebben a videóban, és úgy tudjuk belőle kiszedni a szokásos 4-3-as vagy éppen 16-9-es képarányú megszokott ilyen kis videorögzítésünket, ha úgy tetszik. Na de sokkal izgalmasabb először, hogy mi van a dobozban. Így megskalpolom, szokásos. Bum! És igen, itt van benne egy kis tányér, egy fekete kis tányér, vagy egy fekete AP kamerával, de igazából ez egy ilyen nagyon jó, érzésre nehéz, prémium, szerintem fémből is van. Igen. Egy nagyon komoly eszközt tartottam amit rövid időre a kezembe, le is tettem, nehogy elejtsem. A tetején látunk egy cukik is kamerát egy ilyen érdekes lencsével, ami tényleg egy ilyen halszem lencse, egész, úgy, tényleg úgy néz ki, mint egy halszem, mint mm. egy egész nagy halnak az egész nagy szeme. A kollégának rögtön az az eszébe erről a dizájnról, és erről a formfaktorról, hogy mint egy AP. Gyakorlatilag akár lehetne az U6 Light, vagy a, az U6 Plus. Eh, U6 Dark. Hm? U6 Dark, <laughs> igen. Blanket Dark mód tényleg nagyon nehéz dologról beszélünk, ezt komolyan fel kell rögzíteni a plafonra, mert ha ez leesik, akkor ez nagyon megüt embereket. A, mit mond a spec sheet? Milyen nehéz ez? Fél kiló? Van fél kiló? 655 gram, tehát több mint fél kilogram ez a kamera, ez tényleg nehéz kamera. Ugye a, ennek a fish eye kialakításnak, meg a teljes félgömbben látásnak az a hihetetlen előnye, ezt mindenki tudja, aki már használt valaha ilyen PTZ kamerát, hogy a PTZ kamera az tök jó, mert be tudunk zoomolni, meg oda tudunk fordulni valahova, de aztán az úgy marad, és hogyha a tárgy, az érdeklődésünk tárgya elhagyja a látható területet, akkor tök szomorú vagyunk, hogy nem fordultunk utána. Ezzel viszont utána ja, fordultunk. erre vannak el. az ilyen őrjárat üzemmódok, amiket bele lehet programozni a legtöbb okosabb PTZ-be, hogy magától járjon be, vagy pásztázzon egy bizonyos területet, na no, de hát be, azért ez, az a mechanika, a forgás, nyeszörgés, ami ott bent történik, azt Egyrészt karban kell tartani, másrészt előbb-utóbb úgyis elromlik. Hát így van. Meg hát ha két ember. Ezt is el tudunk képzelni, hogy detektálunk egy objektumot, és utána az százszázalékos mesterség és intelligencián kell kezdi a PTZ kamerával követni az objektumot. De mi van, hogyha ketten vannak az objektumban? Akkor nem tud ketté válni a PTZ kameránk. Ez viszont ugye simán ketté tud válni, sőt, akár végtelen mennyiségű objektumot is tud rögzíteni. Nyilván ennek is megvannak természetesen a korlátai. De mi van még a dobozban? Pakolok. Egy kupak, vannak benne vasak, az a tipikusan ilyen álmennyezeti lapokra az ellenoldal, hogy ne veszetjük át a csavarokat a. az álmennyezeti lapon, egy felszerelő, vigyóka, fogóka, mount kit, valami csoda, ez valójában nagyon hasonlít a a már megszokott UAP-k alapjúzójához. Igen, igen, igen. Hát van hozzá megfelelő mennyiségű csavar, meg egy cukik és elalakú vasdrab, és valahol és alján egy FM. I. dokumentum, dokumentum, mély, semmilyen más cél nincsen, mint hogy kérlek, szkeneld be ezt a QR kódot, hogy meg tud utána nézni, mert ez csak szörpék vagy hangyák tudják elolvasni, annyira pici betűkkel van írva. Ki se jön? Egy, -egy dugó húzott bele kell be van, be van csomagolva, cukik és Apple stílusú ragasztós csomagolással. És igen, a QR kód, a Szent QR kód, amit el tudunk olvasni. Mit tudunk elmondani a kameráról? Ugye nem találunk benne a dobozban semmiféle tápegységet, azért, mert ez egy poével táplálható kamera, csak rendes poével, tehát a presztandard nem működik, csak 802.3 AF PoE-vel működik, és 9 wattot igényel ez a szép, teljes, szép, nehéz kamera. Táplálható nem csak tömegre jelentős, hanem fogyasztásra is jelentős eszközről beszélünk. Ami azért annyira nem vészes, tehát az AF, a AF a keretében még belefér, ugye ez a leg Bele, tisöbb, aktív poe. Nem csak összehasonlítjuk az összes többi kamerájával a Unify Protect szériának, azok a kamerák, azok a egyszerűbb, mit tudom én, a bullet kameráik, vagy a flex kamerák, azok ilyen két-három watttal el vannak, hogyha este van és sütni kell a az infra akkor is maximum 4 wattot fogyasztanak, azért ez a 9 watt, ez pont kétszer annyi, sőt, kicsivel több is. Infravörös lámpa is található benne. Igen. Hát elvileg a éjszakai körülmények között is képes lesz rögzíteni és megfigyelni a, kívánt területet. sokkal izgalmasabb az, hogy szoftveresen hol tartunk, egyáltalán integrálva van-e? Működik ez a protect -tel? Működik kipróbáltuk a saját kis laborunkba, felcsattintottuk egy Dream Machine mögé, ugye ő ráadásul a, a meglévő meglévő s portjaival meg is tudja táplálni az eszközt, pikpak adoptálható a rendszerbe. Nem is tudom, a legutolsó fönver betöltése után néhány perccel kiváló használható volt, és ami meglepetést okozott, hogy az előnézeti képe egy ilyen kör alakú kis sziluett, milyen felbontásban, egy 5 megapixeles szenzort találhatunk magában az eszközben, ez azért valami előrevetíti, hogy nagy távolságok megfigyelésére van nyilván nem lesz ez alkalmas, hiszen 5 megapixel nagyon nagy területen túlságosan össze fogja majd mosni a képpontokat. Virtuálisan tudunk benne penelni, de hát nyilván ez nem, nem az lesz, amikor a, a CSI-ban enhance, 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 és meglátjuk egymást tükröződni a szemüvegből tükröződő kis kanálban, Uh, ugye, vegyük figyelembe, hogy ez egy 5 megapixeles kamera, tehát az 5 megapixel, amiből majd valójában csak 4 megapixelt fogunk látni, hiszen itt mi egy ilyen négy, négyzetes videót fogunk produkálni, szemben a korábbi, korábban ismert kameráktól, amik, amik ugye egy ilyen 16 es vagy 4-3-as jellegű képet adnak, tehát ott vannak elosztva, ott van elosztva az 5 megapixelni felvevő kapacitás. Itt ez a felvevő kapacitás ebben a 360 fokos körbeárható térben, és annak is egy ilyen 180 fokos ilyen görbületére van szétkenve. Tehát ami közel lesz, az abból részletgazdagok leszünk, ami távol lesz, az kevésbé leszünk részletgazdagok. Eleve ugye vannak ezek a, a optikás lencsék, amik ugye azt mutatják, hogy a, ami távolodunk tőlük, egyre durvábban lesznek majd kisebbek az objektumok. Ezért végtelen megfigyelésen biztos nyilván alkalmatlan lesz, de cserébe egy, egy ilyen egy zárt térben, mondjuk egy ilyen kb. jól bejárható négyzetes, vagy mondjuk egy ilyen beltéri szoba, terület, szoba esetén, az egész teret jól meg tudjuk vele figyelni. Egy kamerával nem kell több kamerát elhelyeznünk a sarkokban. Azt gondolom, hogy ez az üzleteknek, kisebb üzleteknek például tipikusan az ilyen pénztárgép fölött eladó tér közvetlen, eladó térben, így van. eladó tér fölött használható kis kamerája lesz, hiszen utólag Körbe tudunk járni, és meg tudunk nézni specifikusabb részeket, de mégis egy nagy áttekintő képet kapunk az, az egész helyiségről, jól látható ott az emberek, termékek mozgása. Szóval biztosan ez nem egy univerzális dolog, nem fogja tudni helyettesíteni az összes eddig a kamerát. Mindegyiknek megvan a, a specifikus értelme szerepe egy, egy videós megfigyelési rendszerben, de ez ilyen jó átnézeti képeket lehet majd produkálni, amiket akár még lehet, hogy plusz buletekkel meg tudunk figyelni hm? aprólékosabban és jobban Ahova nem rá. Közben azt hiszem, hogy rájöttünk, hogy mire való ez a rejtélyes Talap. alkatrész. Ugyanis ez egy egészen a, a felületbe belesimuló lencse, azt gondolom, hogy ez a beltéri használatnak a, az ilyen műanyag védő ami mögé el, elbújik a lencse, illetve az ír megvilágító lencse, és akkor ezt lehet vele szépen letekerni, és ki lehet cserélni. Erről a kül... Erre a másikra kültéri Én azt feltételezem, hogy ez a kültéri használatra szánt a szem. De ami érdekes, nézzük meg, hogy hogy néz ki a Protectben belül ez a kamera. Hát a legegyszerűbb, ha csatlakoztatást követően megyünk az eszközök menüpont alá, itt látjuk a társítandó vagy már társított kamerákat, egyszerűen rákattintunk erre az AI 360-ra, először is adoptálni kell a rendszerbe, ezt követően történik mindenféle szoftver provisioning, stb. eljutnak oda a megfelelő konfigurációk, és ezután következik az igazi izgalom, hogy hogy is néz ki ennek a képe, az élő képe. Azt hát, még el kell mondani, hogy ha mindezt a telefonos alkalmazásról végezzük, akkor, akkor egy pop fogunk kapni, hogy hopp, találtam egy új eszközt, itt egy a, 360, AI 360 kamera hozzáadja, mert kicsit egy lesz ebbe a az élmény, mint amikor a webről adminisztráljuk a protektet. Na de ami igazán izgalmas, hogyha már a részletekhez megyünk, hogy hogy is néz ki ez a 360 fokos videó élőben használat közben. Meglepődve tapasztaljuk, hogy alapvetően ezt a kör alakú béna torzító felülnézetből vagy oldalnézetből készülő videót kapjuk alapértelmezetten, de ha a részletekhez navigálunk, akkor jön ugrik elő a navigációs, illetve ez a rácsos ikon, amire kattintva megkapjuk majd ezt a 360 fokos navigációs felületet, és akkor itt tudunk mobilon, egyszerű swipe-okkal jobbra-balra, föl-le. Uh, Zoomolni, meg, meg penelni, tehát az a virtuális uh, pen and zoom már működik is, és webben pedig a használatjuk a számítógépnek a nyomógombjait egyszerűen föl-le, jobbra-balra nyíllal és a, egy görgővel, görgetéssel az zoomolás mértékét tudjuk befolyásolni. Szóval ilyen egyszerűen működik, és valójában ez a nagyszerű a szoftveres megoldás oldalában, hogy ezt a nagyon torz, nyersnek tűnő videót egész klasszul föl lehet dolgozni. Visszatekintés vagy éppen az élő élőnézeti módban. Sajnos az élőnézeti mód az mindössze kettő, meg a csavarható föl, hát ott azért ne várjunk, ne számítsunk arra, hogy szuper crisp kvalitát fogunk kapni, mint ahogy azt a hivatalos videó is megemlíti, de az exportált videók azok már 4K minőséggel készülnek. Neked egy hát kicsit, kicsit kell csak várni, és akkor már fölveszi a klipet, és te vissza tudjuk nézni, és megvan az a hihetetlen jó a tulajdonsága a dolognak, hogy ténylegesen, miután már megtörtént a felvétel, utána tudunk benne penelni, megzoomolni, ami egy ilyen már-már időgép jellegű dolgot jelent. Árazása? Nem, nem a legolcsóbb kamera. Hát, ahogy néztem a, a Unify Store-ban, egészen pontosan két darab dome kamerát tudunk venni belőle. Ami... És még marad is egy kis pénzünk, amit elfagyizhatunk. Igen. Igen. Mondjuk azt is hozzá kell tenni, hogy a DOOM kamera az nem tud ekkora területet lefedni a saját látószögével, viszont amit lefed, azt meg nagyobb felbontásba fogja lefedni, tehát á, ilyen ilyen a dolog ha limitáltak vagyunk abban, hogy hány kamerát tudunk feltenni, akkor, akkor ez például egy jó ötlet. Lehet, elsősorban nyílt tereket lehet vele jól felügyelni, ahol, ahol, mindenféle ilyen, ilyen polcok vannak, vagy olyan dolgok, amik természetesen kitakarják a, 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 látó területet, mert nyilván közvetlenül ott fog látni, de hogyha oldalról néz már, akkor a, 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 a egy takaró akkor jobban fogunk járni több kamerával, mint, mint ezzel. Hát inkább ilyen áttekintő, áttekintő nézetek rögzítésére, vagy, vagy megvalósítására való. A design centerben már elérhető az eszköz, tehát ha esetleg kíváncsiak vagytok rá, hogy mondjuk a lakás, üzlet, tervezett területnek a megfigyelésére mennyire alkalmas. A Design Centerben már elérhető az, az AI 360, mint komponens, és akkor a, a, látótere egy tényleges körként fog megjelenni majd a kamera körül, így egész jól belőhető, hogy mire képes jól szimulálni lehet, hogy mit kaptok majd az eszköztől. Nyilván magasságtól függ, mekkora területet tudunk vele lefedni, tehát itt nem fogunk tudni semmiféle dőlésztőket állítani, meg hasonlók. De mindenképpen egy érdekes kiegészítője a Unify Protect családnak. Viszlát